Szevasztok, srácok! Ez itt újra az Építs fel, és elérkeztünk egy kis meglepetés adáshoz, hiszen nekem ebben a pillanatban ért véget a Legókon, és mielőtt elmondtam nektek, hogy lesz majd egy kis összegző adás arról, hogy lényegében milyen új készleteket mutattam be, hogyha valakinek nincs ideje végignézni az egész Lego Live-ot, akkor itt egy kis segítség, ebben a kis extra adásban megmutatom, hogy milyen vadonatúj készleteket mutattak be, és most már vannak hivatalos dátumok, vannak hivatalos árak, úgyhogy minden finomságot meg tudok nektek osztani erről. Először is, ahogy itt látjátok, van egy új Brickheads készletünk is, hiszen ez az FC Barcelona kockákra felnevezetű készlet a Lego Konon került bemutatásra, ami a 40542-es készlet, és hát ilyen FC Barcelonás speciális figurákat lehet belőle összeépíteni. Na most itt nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy ebben a készletben nem olyan dolgok vannak, hogy ilyen speckó sportolót vagy speciális futballistát lehet belőle összeépíteni, hanem itt lényegében saját magatokat tudjátok át Brickheads verzióba építeni, ahogy látjátok, itt különböző speciális mezek vannak, különböző speciális mez számok is vannak hozzá, úgyhogy szeretitek a focit, akkor ez is egy egészen jó választás lehet. A megjelenése augusztus 1-e, és 7290 forintba fog kerülni. Haladva tovább a következő témakörben, itt van a Lego Avataros témakör, amelyből hát sajnos sok mindent nem tudtunk meg, hiszen ez a készlet is, vagy ez a kép is, amit itt látok, már kilíkelt pár nappal ezelőtt, amiről külön adást is készítettem, de nem oszthattam meg, tök mindegy, a lényeg, hogy erről igazából már tudtunk, és hát nem jelentettek be másik készletet hivatalosan ezekhez, bár a pletykákból ugye tudjuk, hogy 3-4 készlet várható, de sajnos azokat még nem jelentették be, úgyhogy csak ezt az egy készletet tudom nektek bemutatni, ami a Toruk Magtó és a Lelkek Fája nevezetű készlet, 75574 és a kódneve, és 1212 darabos készletről van szó, összesen 4 darab minifigura van benne, és hát tele vagyunk érdekességekkel és újdonságokkal ebben a dobozban, hiszen hogy itt látjátok, eleve megkapjuk ezt a hatalmas nagy hüllőmadárjószágot, aki Toruk Magtóként megölte Jake Sully, láthatjátok, hogy a szárnya is ilyen egyedi készítésű Lego dolgokból van megépítve, nem hiszem, hogy ilyen ruhanyagból lenne, ezt külön beszéltem is veletek a Lego Konon. Aztán itt van egy speckó ló, amit majd mindjárt mutatok nektek, hogyha betölti a képet. Szóval itt láthatjátok, hogy itt van benne ez a speckó USB-s ló. Ez is benne lesz ebben a készletben. Összesen 4 darab minifigurával találkozunk, amik nagyobb lábbal érkeznek, mint a szokásos, és ahogy látjátok, a fejek is egyedileg készültek hozzájuk, egyedi hajalkatrészek is vannak itt ott benne, és még a tetejére orrokat is kapunk, szóval orrprintelés is lesz ezeken a figurákon. Maga a készlet szerintem egészen jól néz ki, bár, mint ahogy már elmondtam nektek a Lego Konon is, én sokkal jobban örültem volna annak, hogyha kaptunk volna hát egy dioráma készletet, nem egy ilyen játszó szettet. Szerintem az egy kicsivel jobban nézhetett volna ki. A másik meg az, hogy ezek az alkatrészek tök jól lettek volna, hogyha világítanak, de sajnos nem hiszem, hogy ezek ilyen fluoreszkáló szett lesz, úgyhogy hát sajnos ez nem így sikerült. Egyébként majdnem 50 cm szárnyfesz távolsága lesz ennek a madárnak, ami azért eléggé megsüvegelendő. Következő témakör, ahogy itt már látjátok is mellettem, a Star Wars-os témakör, amelyben összesen 2 szettet mutattak be. Most augusztus 1-ével érkezni fog a Justifier nevezetű űrhajó 65000 forintért, ami ugye Cad Bane-nek az űrhajója. Na most én össze voltam ezzel kicsit kavarodva, hiszen én arra gondoltam, hogy ez a szett az a Mandalorian, azt hiszem, vagy a Mandalorianban, vagy a Book of Boba Fettben volt benne Cad Bane élőszereplős verzióban is, de nem. Ez a Bad Batch-hez tartozó változata, nem is sejtettem, hogy a Bad Batch-ben is szerepelt ugyanaz a karakter, kicsit furcsa, hogy őt is beletették ide, de mivel nem láttam ezt a sorozatot, ezért ezt nem tudtam. Összesen 4 darab minifigura fog tartozni ez a készlethez, 1022 darabos szettről van szó, és a 75323-as készletről van szó. Ahogy itt megnézzük a doboznak a hátoldalát, láthatjátok, hogy azért milyen játékfunkciókat is pakoltak bele, de mint ahogy mondtam, sajnos nekem ez sok mindent nem mond, ám de a következő készlet már egy kicsit izgalmasabb számomra is, hiszen egy AT-TA lépegetőt kapunk, ami 75337-es kódnevű, és 1082 darabos szettről van szó, szóval igazából mind a két készlet 1000 darab fölül lesz, és nézzétek meg, hogy mennyi minifigurát pakoltak bele, összesen 2, 4, 6, 8 darab minifigura van belepakolva, ami azért eléggé szokatlan egy ilyen Star Wars-os készletben. Nyilván egy csata jelenetet kapunk, és hát ezt szerintem egész szépen is bemutatja ez a készlet. Itt vannak a droidok, itt vannak a klónok, és hát igen, végre kapunk egy Phase 2-es kodit, akit hát már nagyon régóta várt a Star Wars-os közösség, és egyébként ezt is meg tudjuk nézni egy kicsit más formájában, ahogy itt a doboz hátulján látjátok, különböző mozgatható funkciók is vannak, úgyhogy azért egész szépen telepakolták ez az egészet, meg azért egészen jó mérettel is rendelkezik, hiszen azért több mint 1000 darabos készletről van szó, úgyhogy szerintem itt probléma nem lesz, 55.990 forintba fog kerülni, és ez is ugyanúgy augusztus 1-én fog érkezni.
Következő termékcsaládunk a Minecraft témakör, ebből is ugyanúgy fogunk kapni kettő vadonatúj készletet. Először is itt van az elhagyott falu nevezetű készlet, 20.000 forintba fog kerülni, augusztus 1-én érkezik. A másik pedig a csonthadsereg tömlőce 12.000 forintért, ez egy 364 darabos készlet, 21189-es kódnével. Ha szeretitek a Minecraftos témakört, akkor ehhez is kettő darab új fog érkezni. És hát elérkezünk az izgalmasabb készletek felé. Érkezik egy hatalmas nagy Marvel-es készlet, Sanctum Sanctorum, 93.000 forintba fog kerülni, ez az augusztus 1-én megjelenő, 76218-as, 2708-as, vagy 2708 darabos készlet, amit ahogy itt dobozon is látjátok, egy az egyben, mint egy moduláris épület, csak a Marvel-es témakörben kiadva, remek minifigurák vannak belepakolva, és maga az épület is gyönyörűen ki van dolgozva, hogy látjátok itt kívülről, a külső része is egész szépen meg van alkotva, de egyébként ugyanúgy, mint egy moduláris épületnél, a belsőjét is egész szépen ki kellett dolgozni, úgyhogy hát eléggé kíváncsi vagyok erre a szedre, láthatjátok, hogy azért egész szép képek vannak itt róla. Itt külön modulokra is szét lehet szedni, azt pont ezen a képen be is mutatják, mondom, csak ugyanúgy, mint egy moduláris épületnél. Azon a képen, amit már az előbb is mutattam, itt azt mutatja be, nem ezen, ezen, hanem így ki lehet cserélni ezt a kis portált, amin keresztül utazik Dr. Strange, ezt különböző helyre el lehet tenni, és még találkozunk ezzel a szörnyel is, ami ugye benne volt az utolsó Dr. Strange filmben. Különböző helyekre is tud Dr. Strange utazni, hiszen így láthatjátok, itt vannak ezek a különböző helyek, ahol át tud teleportálni, és igazából itt láthatjátok a hátoldalát, aminek még a méretével is találkozunk, mindjárt megnézem. Összesen 26 cm széles lesz és 32 cm magas, minifigura arányban készült készletről van szó, úgyhogy pontosan fog passzolni például ugye a tavaly előtt, azt hiszem tavaly megjelent hatalmas nagy Daily Bugle készlethez, fönt nézzétek meg, hogy esetleg még azt nem láttátok. A Márius termékcsalád is kapni fog egy vadonatúj karaktercsomagot, már ugye volt szó az augusztusi készletekről, viszont akkor még nem mutatták be ezt a speckó kis ötödik karakter csomagot, amelyben, ahogy látjátok, összesen 8 darab egyedi készítésű Máriós karakter tudunk összegyűjteni, csak ugyanúgy, mint a gyűjthető minifiguráknál, csak ebben az esetben ezeket majd össze kell építeni. És ha már minifigurákról volt szó, bejelentették az új 23. gyűjthető minifigura sorozatot is, viszont sajnálatos módon, ahogy itt a képen is látjátok, összesen csak 3-at jelentett be a LEGO belőle, az összes többi itt a képen is ki van satírozva, semmit sem lehet. Hát jó, valamilyen szinten azért lehet látni, hogy milyen figurák lesznek, az egyik az vagy egy róka, vagy egy farkas ott a rénszarvas mellett, hiszen füle van. Talán még egy lovagot is látok ott, de igazából a többit nem nagyon lehet kivenni. Nekem határozottan kedvencem ez a kis titanikus hajós faszi, ez egészen jól néz ki. És hát szokásos módon 1490 forintba fognak kerülni ezek a figurák, szeptember 1-én fognak megjelenni majd ezek. A LEGO Artos témakörben is kapunk egy vadonatúj készletet, mégpedig a Virágművészet nevezetű szett, 26.990 forintba fog majd ez kerülni, augusztus 1-én jelenik meg, és 2870 darabos készletről van szó, és érdekessége, hogy összesen 3 darab verziót lehet majd officially összeépíteni ebből, és egyébként a LEGO-kon el is mondták azt, hogy ezek különböző dizájnerek alkották meg ezeket a virágmotívumokat, és különböző tájakról származnak, tehát azt hiszem egyik Romániából származik, van egy Indonéziából, talán meg még egy harmadik verzió is, amire már annyira nem emlékszek, de háromféle földrészről tudunk összeépíteni arra a tájra jellegzetes növényeket, úgyhogy ez is meg fog jelenni majd augusztus 1-ével. És hát, a végére hagytam a legdurvább készleteket, bemutatták a speciális 90. évfordulós készleteket, amelyből mindjárt összesen 2 darab készlet is fog megjelenni, vagyis hát igazából, hogyha jobban beleszámolunk, 3 készlet jelenik meg, hiszen ugye már itt van ez a ajándékkészlet, az a kis, az is ugyanúgy 90. évfordulós logó van rajta, szóval szerintem az is ide tartozik, meg az is ugyanúgy a Kesszos termékcsaládhoz tartozik, úgyhogy ez egyértelműen beletartozik ebbe a témakörbe. De hogy itt látjátok a képen, oroszlán lovagok kastélya 153.000 forintba fog kerülni, ami augusztus 8-án fog megjelenni. Na most igen, 153.000 forint, viszont cserébe 4514 darabos készletről van szó. Szóval majdnem 5000 darabos készletet kapunk ezért az árért, ami tényleg nagyon húzós. Viszont tele vagyunk gyönyörű minifigurák. Eleve csak a dobozot, nézzétek meg a dobozt. Pontosan úgy néz ki, mint a régen kiadott készletek, ugyanúgy, mint annál a kalózos készletnél, nézzétek meg fönt, ha még nem láttátok, pontosan ugyanúgy ott is elkapták a régi készletnek a báját, itt is ugyanúgy azzal a régi doboz dizájnnal találkozunk, hasonló minifigurák, még Majestóval is találkozunk benne a varázslóval. Szerelmes vagyok. És a legdurvábban az egészben, hogy nem csak kívülről dolgozták ki ezt a kastélyt, hanem mutatom nektek, ki lehet nyitni
az egész kastélyt, és a belsejét is ugyanolyan szépen kidolgozták. Csak így nézzétek meg a méreteit, azért itt ezen a képen pontosan látszik, hogy azért egy határozottan nagy szetről van szó. Meg tényleg a minifigurák, azt hiszem összesen 20 darab minifigurával találkozunk, azt hiszem itt le is írják. 22! 22 minifigurával találkozunk ebben a készletben. Nekem ez szerelem első látásra. Nagy valószínűséggel az idei legjobb, vagy az én 10-es listámon biztos fönn lesz ez a készlet, hiszen számomra ennél jobb készlet nem is igazán jöhetne. Nyilván az ára azért az elég húzós. A következő készletünk viszont ez hatalmas meglepetés volt, hiszen nem csak egy készletet fogunk kapni ebben a 90. évfordulós készlet termékcsaládizében, hanem egy másikat is, mégpedig egy klasszik space témakörben is. Ezt az Galaxis felfedező készletet 40 ezer forintba fog kerülni, ez viszont egy kicsit hamarabb érkezik augusztus 1-én. Ez a 10497-es készlet és 1254 darabos szett lesz. És ez is ugyanúgy, mint az előző, megkapta a régi retro dizájnját, és ahogy látjátok, maga az űrhajó is egy az egyben egy retro kivitel, hiszen egy újra gondolt verziót kapunk egy régebbi klasszikus space készletnek. Kicsivel megnagyították, telepakolták minifigurákkal, és egyébként érdekesség, azt még meg is mondták nekünk a... De itt egyébként a hátulján látszódik is, vagy nem? Vagy de? Azt hiszem nem látszódik. De a lényeg, hogy ezt háromféle verzióban lehet majd összeépíteni, hiszen van az a nagy verzió, meg lehet két kisebb verzióban is összehozni ezt az egészet. Nem látom, hogy itt mutatná a doboz, de gondolom majd az összerakásiban benne lesz, és ebben is egészen jó minifigurák lesznek, hiszen ugyanúgy találkozunk a régi klasszikus space minifigurákkal, nyilván egy újított kivitelben. Nos, srácok, hát ennyi lett volna ez a kis összegzés a LEGO-konról, ezeket a vadonatúj készleteket jelentették be, ezen kívül még volt sok más érdekes dolog, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor mindenféleképpen nézzétek meg az élő adást, szerintem érdemes, hiszen messze sokkal jobban sikerült, mint a tavalyi. Hát a tavaly elég unalmas volt. Az idejében is voltak azért eléggé hullámvölgyek, volt, amikor nagyon meglossult ez az egész, de hál' Isten folyamatosan jöttek új készletbejelentések, és ezáltal hát volt mit nézni. Hál' Isten idén már sokkal jobban csinálták. Úgyhogy ennyi lettem volna mára. Ha tetszett ez a videó, akkor tudjátok, a lájkokat ne felejtsétek el. Ha még esetleg nem lennétek feliratkozva, akkor a feliratkozás gomb még mindig a videó alatt található, és hát találkozunk a következő adásban. Addig is jók legyetek, szevasztok!